Balázs mellett el tudja vinni a labdát. Veszelinovics középre teszi, ott van még a gólhelyzet, vezet a Mezőköves. Cserél oda a kipattanó labdára. De Veszelinovics kapja először a pacsikat és az öleléseket a csapattársaktól. A munka nagy részét ő végezte el a bal oldalon. Cseri pedig lesi puskás módjára. Ott terem a kapu előtt. Hazai vezetés tehát. Még az első fél óra letelte előtt. Itt Veszelinovics lebirkózza egy kicsit Balázs Benyámin. Tóth elől még ki tudja ütni a labdát Pajovics. Cserire viszont nem figyel senki. Három újpesti védő is. Ölbetett kézzel nézi, hogy érkezik középen Cseré. Litauszki még mozdult ugyan a labdáért. De ő onnan már verve volt. Neki első körben Tótra kellett figyelni. De hogy a másik két újpesti védő ott mire várt, az nagy kérdés.